Ellentmondva saját külügyminiszterének, Donald Trump szombaton azt közölte a világgal Twitter fiókján keresztül, hogy Amerika történetének legsúlyosabb kibertámadása mögött nem Oroszország áll, hanem Kína. A média fél felvetni azt az esetőséget, hogy Kína volt az, mert lehetett, leginkább pénzügyi okokból, írta Trump a Twitteren. Én is felhozhatnám azt a vádat, folytatta, hogy hacker támadás érte a szavazógépeket az elnökválasztáson, mert valójában én győztem, nagy különbséggel. Eközben a megválasztott elnök Joe Biden új kormányának egyre több tagját ismerheti meg a nyilvánosság. Anthony Blinken, aki külügyminiszter lesz. Az első latin-amerikai származású kabinettag a kubai születésű Alejandro Mayorkas, aki a nemzet bevándorlási politikáját felügyeli majd. Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadóként dolgozik majd. És Evelyn Haines, a CIA korábbi első női igazgatóhelyettese, aki a hírszerzést vezeti majd szintén először nőként.